fegyverneki rendőrök segítségével menekült meg Szutyog, az Ebb egy szomszédos ingatlan udvarán esett bele a 2 méter mély vizes gödörbe. Hátul bementünk, és akkor ott volt a gödörben a kiskutya. A tevékenységirányítási központban az esti órákban érkezett egy segélykérő hívás, ami szerint egy fegyverneki család kutyája megszökött, és több órás keresés után az egyik szomszédos ház udvaráról hallották az állatvonyítását. Tudtuk meg a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányságtól. A kiérkező rendőrök az állatgazdáival az ingatlan területén egy 2 méter mély vizes gödörben megtalálták az ebet. A Szutyog névre hallgató kis kedvencnek az ilyettségen kívül szerencsére nem történt baja. Egy fegyverneki családnak a kiskutyája megszökött otthonról, és több órányi keresés után nem találták meg ezt a kiskutyát. Viszont még a késő esti órákban arra lettek figyelmesek, hogy az egyik közeli ingatlannak az udvaráról egy kutya vonyít. Ezt követően én a helyszínre Tóth Tamás rendőr főtörzsőrmester kollégámmal érkeztem, és a helyszínen fogadott minket a bejelentő, továbbá a két fia, akikkel átsétáltunk a bejelentésben szereplő ingatlanhoz. Ezt követően egyik másik közeli szomszédnek a segítségével jutottunk be a bejelentésben szereplő ingatlannak az udvarára, ahol is a Szutyog becenévre hallgató kiskutya egy körülbelül 2 méter mély vizes gödörben volt. Ezt követően pedig csapatmunka segítségével kimentésre került az állat, és szerencsére az ilyettségen kívül nem esett bántódása. A gazdája mutatja stábunknak, hogy jól van a kis kedvenc.